Szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, Ragoncsa Szabó Eszter vagyok. Nagyon örülök, hogy elsős osztályfőnök leszek. Baján az Eötvös József tanítóképző főiskolán végeztem, ebben az iskolában kezdtem el pályámat 30 évvel ezelőtt. Nagyon szeretem Láncsókot, a láncsóki embereket, nagyon szeretek ebben az iskolában tanítani, Láncsók szinte már a második otthonom. Nagyon szép az iskolánk, gyönyörű, modern, barátságos, családias a légkör. Meghatározó mind a gyerekek, mind a szülők életében az első osztály, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek az iskolában, öröm legyen a tanulás, jó kis közösség alakuljon ki mind a szülők, mind a gyerekek között. Szeretném, hogyha a gyerekek nagyon jól megtanulnának számolni, gyönyörű szépen olvasnának. Rajz és színjátszó szakkört vezetek. Rajz szakköröseimmel sok pályázaton vettünk részt, szép eredményekkel. Színjátszó szakkörben sokat játszunk, nagyon fontos számomra a magyar nyelv, ezért fontosnak tartom, hogy a gyerekek szépen beszéljenek, érthetően, tudják magukat kifejezni, és ha valahol ki kell állniuk, szerepelni, akkor ne ijedjenek meg. A tanulás mellett olyan osztályközösség kialakítására törekszem, ahol tisztelik, segítik és elfogadják egymást a gyerekek. Olyan derűs, nyugodt légkört szeretnék kialakítani, ahová szívesen jönnek minden nap és jól érzik magukat a gyerekek. Minden gyermek egy csiszolatlan gyémánt. A mi feladatunk az, hogy megtaláljuk, ki miben tehetséges. Valaki szépen olvas majd, valaki kiválóan számol. Más gyermek ügyes lesz a mozgásban, rajzban vagy éneklésben. Lesz, aki mindig segít másoknak, és hasznos tagja lesz a közösségnek. Kazinczy szavait idézve, jót s jól, ebben áll a nagy titok. Szeretettel várom az elsős gyerekeket a Láncsóki iskolában. Nyújtsd a kezem, szálljon az élet, szúgja a szél, hogy itt az idő, s már közel a cél. Valami benned szép, valami benned jó, valamit együtt éneklünk el, s az
és legyünk a ripadók!